Kedves tapsztársak, tisztelt hallgatóság, köszönöm szépen. Sanyi, amikor megkért, hogy ezt az előadást tartjuk meg a Robarton, én azt mondta, hogy szeretné, hogyha egy kicsit a kevésbé ismert, kevésbé látványos taxonok is szerepet kapnának. Én nekem van szerencsém, 6 éve elegetek meg kell kutató munkát folytatni, úgyhogy egy rövid ismertetőt raktam össze belőlük, ilyen review jelleggel. Mégis rovarászok minden nap szembe jönnek velünk, de sokszor nem is tudjuk, hogy egy mennyire változatos, érdekes, és főleg az életmódját és az etológiáját tekintve mennyire lenyűgöző dologról van szó. Nem túl látványos, és nem is túl nagy rovarunk, azért van néhány szép színesebb fa is közülünk. Úgyhogy egy afidológiai gyors talpalót szeretnék bemutatni, levéltettek életmódjának sajátosságairól. Én növényorvos vagyok, de ezúton megígérem, növényvédelemről egy szó nem lesz, csak és kizárólag a biológiáinkról és az életmódjukról. Ugye miről ismerünk fel egy levéltetőt, kezdjük az alapoknál. Ugye feltor potrok, pedig meglepő rovarokról van szó. Egyrészt ugye szipókások közé tartoznak, szúró-szívó szájszervük van. A másik, ez a jellegzetes kaudának nevezett farkocskájuk, a harmadik ismertető jegyük pedig ez a páros potrokcső a potrok végén, amit magyarul szifónak nevezünk. Ugye szúró-szívó szájszervük felépítése, itt van maga a rostrum, amiben belül egy páros szúrócserte köteg húzódik. Amikor a növény ilyen növényi nedvekkel táplálkozik, amiket a floémból szív ki, magát a rostrumot nem szúrja be a növénybe, csak ez a páros szúrócserte köteg hatol be a floém sejtekbe, és ezen belül egy kapilláris jön létre, ugye ez a szájszerv részeinek, páros részeinek az összenövéséből jön létre, létrejön egy kapilláris üreg, és ami nagyon érdekes, hogy magukat a növényi nedveket, azokat az állat nem aktívan szívja ki a növényből, hanem részben a növénynek a turbonnyomása, ami részben a gyökérnyomásból, részben a párologtatás hatásáról jön létre, részben pedig a benne lévő kapilláris közlekedő edény alapján kerül bele az állatba, és maga az állat pedig a garat szivattyújával csak azt tudja szabályozni, hogy ezt a növényi nedvet ezt beengedje, ha nyitva van a garat szivattyú, vagy pedig lezárja a garat szivattyú, akkor pedig nem megy be a táplálék. Ezt egyébként úgy bizonyították, hogy elkárították az állatokat egy vizsgálatban, és akkor hát addig szívtam, még szét nem pukkadt, mert nem volt, ami leállítsa ezt a szívást. Tehát egy passzív folyamatról van szó. Röviden a szifóról, így felül nézetben talán jobban látszik, egy páros szervről van szó. Szerepe sokrétű neki, egyrészt a állatnak a későbbiekben majd részletesen tárgyalt illó anyagai és a kémiai kommunikációt szabályozza, másrészt pedig van neki egy védelmi szerepe, ugyanis a levéltető közismerten egy viszonylag passzív és védtelen állat, viszont hogyha valamilyen ragadozó érkezik a közelébe, akkor ennek a két páros potrokcsőnek a végén egy-egy ilyen cseppet bocsát ki. Ezek levegőt nagyon gyorsan kötnek, egy ilyen ragacsos, sűrű váladékszerűség. Egyébként ezt mintagyűjtés közben is rendre problémát okoz nekünk, hogy mi is beleragadunk. És ezzel próbálja akkor mozgatni a potrohát és összeragasztani a támadónak a állkapcsát több-kevesebb sikerrel. Ugye a levéltető nagyon ritkán fordul elő magányosan, általában kolóniában. És hogyha sok egyed egyszerre ragaszt, akkor előfordul, hogy sikerül hatástalanítani a támadót, tipikusan katica, fátyúak, a lába vagy ami hasonló. Tehát a szifónak egyben van szerepe, továbbá a kémiai komplikációban, hogy az illóanyagok itt a végén távoznak. A farkocska már egy érdekesebb kérdés, ugye ez így néz ki, ez az anális lemez végén található a végbélnyílás fölött. Sokáig én sem tudtam, mire szolgál, aztán később jobban beleástam magam a témába. Ugye a levéltetveknél egy ismert jelenség a nagymértékű mészharmad kibocsátás. Mi tudjuk, a levéltetvek helyhez kötött életmódot folytatnak, egy növénybe beleszúrják a szúrócserte köteget, és ha csak valami nem készíteti őket a távozásra, akkor a teljes életüket ott töltik le. Ez azért egy elég szigorú monodiéta, még a növényi részek között sem nagyon mennek, tehát minden tápanyagot egy növény egyedből kell, hogy felvegyenek,
Nyilván annak a növénynek a nedvei, azok valamilyen arányban tartalmazzák a tápanyagokat, a levéltetőnek is valamilyen arányban szüksége van rá, ugye folyék nedvből leginkább szénhidrátokhoz jut hozzá, de aminósavakra, zsírokra és más nitrogéntartalmú vegyületekre ugyanúgy szüksége van, más nem tud csinálni, mint hogy nagyon nagy mennyiségű tápanyagot felvesz, ezt kiszűri, és a fölösleget a lehető leggyorsabban kiüríti. Tehát ilyen mészhalmat csepp, ugye ez a legtöbb szipókás rovarnál ismert, formájában eltávolítja. Igen, mivel a levéltető szemben sok más szipókás rovarral helytülő életmódot folytat, azt nem teheti, hogy odaüríti saját maga alá, mert előbb-utóbb beleragadna a saját ürülékébe. Úgyhogy ezt a kaudát, ezt egyfajta röpítő készüléknek fejlesztette ki az evolúció. A végén kitinszőrök vannak, és maga ez az ürülék mészhalmacsepp, ez ide a kauda végén gyűlik össze, maguk a kitinszőrök tartják egyben a felületi feszültség hatására, és amikor már ez a csepp elérte egy bizonyos méretet, akkor a levéltető csap egyet ezzel a kaudával, és amilyen messzire csak tudja, elrepíti a kolónia közelében ezt a mészhalmacseppet. Nyilván magában ez nem mindig elég, itt majd jön a hangya kapcsolat a előadás későbbi részében, de mindesetre ez a kóda ez erre szolgál, és akkor álltam a kolónia alatti leveleken, vagy bal szerencsés esetben az autóm szélvédőjén szokott kikötni ez a mészhalmat csepp, és ezen aztán később a szaprofiták jelennek meg, korompenészek. Nagyon röviden a rendszertanáról, nyilván ez innentől érdekes, hogy a félfedeles szárnyúak közé tartozik, azon belül is a növényi tetvek. Felvillantás szintjén csak néhány közeli rokon család érdekesebb tagjait. Bíbor tetvekkel ugye bizonyára mindenki találkozott, történelmi időkben ők voltak a kárművörös, tehát ők még nem levéltetvek, de már közel rokon taxonok. Kárművörös festék legfőbb forrása, egy szürke viasszal fedett testük van, szárnyas hímeik vannak, főleg a kaktuszféléken, opunciafajokon élnek, amerikai eredetűek, trópusi, szubtrópusi fajok, ide tartozik például a bíbor tető, itt láthatók az alakjaik, a kaktusz felületén, ezek az opunciák azok, amelyek mostanában már Magyarországon is, mint invazív faj megjelentek, nem tartom kizártnak, hogy előbb-utóbb jön bele a bíbor tető is egyébként, és belőle állították elő régen a vörös festéket. Lemezes pajstetvek, állat leírása fejlett sötét lába, botról sok légszőnyílás, amiről megismerjük, hogy az imágó testét vastag viaszos bevonat borítja, ők is szúrószívószálszerűek, növényi nedvekkel táplálkoznak, nőstényeknek négy, a hímeknek öt fejlődési stádiuma van, tehát az életmódjuk egy kicsit más, mint a valódi levéltetveké. És hát akivel már Magyarországon is nagyon gyakran találkozunk, a törpetetvek öreg családjába tartozó Adelvidé toboztetvek családja. Ők már régen egy alcsaládba tartoztak a valódi levéltetvekkel, most elmúlt néhány évben genetikai alapon ezt az alsó részét a taxonómiának, illetve a rendszert annak teljesen átírták, mindjárt erről lesz szó. És a régi kermeszidé fajokat is most besorolták ebbe a családba. Ezek tipikusan fenyőféléken élő fajok, nincs farkocskájuk és szifójuk, illetve a levéltetveknél ismert állelemszülés nem jelenik meg náluk, ugyanúgy viaszbe vonatosak, és például ide tartozik az Adelvis avietis Magyarországon, de főleg az Alpokban nagyon gyakori faj, bizonyára mindenki látta. Tavasszal, amikor nekiállnak növekedni, tipikusan a lucfenyőn fordul elő, a hajtások akkor jönnek létre a kolóniák, és a frissen fejlődő hajtások többi részén egy ilyen toboszszerű elváltozást okoz, ez aztán később, ahogy jön az ősz, befásodik, és az élelmes karácsonyi fárosok az ilyen tetűvel fertőzött fákat szokták úgy eladni, hogy ez aztán gyönyörű tobozos fenyőfa, valójában nem tobozról van szó, hanem a gubas tetvek kártételéről. Ha szerencséjük van, akkor szimmetrikusan fordulnak elő. Röviden, tényleges csak kicsekintés, hogy sok faj tartozik ebben a rokonsági körbe. És hát akkor megérkeztünk az Aphididébe, a valódi levéltetvek családjába. Itt vannak a legismertebb genuszai. És amit fontos megérteni, az Aphididé család, ők a régi, tehát régen ők voltak az Aphididé, a valódi levéltetvek. És az elmúlt néhány évben
az Eriosomatidé alcsalád, vagy a régi Eriosomatidé családot berakták az Aphididé alá, egy Eriosomatidé alcsalád néven, és most már az Eriosomák, tehát a vértetve, illetve a Pamphylinia, Pamphylus felül a gubastetvek és az Aphididé, de a valódi levéltetvek közé tartoznak. Tehát ez a legfrissebb rendszertani beosztásuk. És most a valódi levéltetvekről lesz szó egy kicsit részletesebben. A fejlődés menetük meglehetősen bonyolult, sokféle alakjuk előfordul, ez fontos megjegyezni, mindig tojással indul, ami valamilyen mérsékelt jégőben, valamilyen fásszáró téli tápnövényen van elő, ez egy ellenálló képlet, ebből tavasszal kijön egy ősanya lárva, és fejlődik ki belőle egy szárnyatlan ősanya, ami innentől szűznemzéssel és eleven szüléssel hozza létre az első lánynemzedékét. Ez tipikusan még mindig szárnyatlan alak, ami ott a téli fásszáró tápnövények akkori intenzív fajtás növekedéskor szívogat. Aztán, ahogy megyünk bele a késő tavasz nyár elejébe, általában a fajtás növekedés kezd csökkenni, a levéltetvek kezdenek sokan lenni, és megjelenik egy szárnyas generáció, még mindig áleleben szüléssel, és hivatalan úton, amelyik szárnyra kell, és átmigrál valamilyen nyári tápnövényre. Ezek tipikusan az ekkor intenzíven növekvő látszáró tényleges fajok. Ezeken további szárnyatlan lánynemzedékeket hoz létre, szintén hivatalan úton, és ez így megy egészen addig, amíg meg nem jön az ősz, az első lehűlések, rövidül a nappalhoz, amikor genetikailag determinálva van, érzik, hogy közeledik az ősz, és megjelenik egy olyan szárnyas nőstény, még mindig ivartalan alak a nyári tápnövényen, amelyik visszarepül a téli tápnövényre, és leszül egy már ivaros, tehát feles kromoszóma állománnyal rendelkező nőstényt a már a fásszáru téli tápnövényben. Ezt követően, itt jön az igazi csavar a történetben, a nyári tápnövényen létrejön egy olyan szárnyatlan ivartalan alak, aki pedig leszül egy szintén ivaros, de szárnyas hímet. Tehát a szárnyatlan ivaros nőstény az ott várakozik a téli tápnövényen, az ivaros hím a nyárin jön létre, átrepül ő is a téli tápnövényre, ott megtermékenyíti a szárnyatlan ivaros nőstényt. Itt van egyedül egy ivaros szaporodás az egész év során, általában azért a mérsékelt égő fajoknak egy 14-15 generációja létrejön, abból egy ivaros. A megtermékenyített nőstény lerakja a telelő tojást, és következő tavasszal indul a ciklus előről. Ez a úgymond a standard, a nagykönyvben megírt életfolyamat, aztán természetesen ettől a világon minden irányba létező eltérések vannak. A trópusi fajoknál van, hogy ez az ivaros szakasz itt a végén évekig teljesen kimarad. Vannak olyan fajok, amelyek a nyári melegben nem migrálnak át látszáltább növényekre, hanem már a nyár elején lezajlik az ivaros, és akkor így a nyarat is már tojás alakban töltik. De ez az alapkör, és hát ugye itt látható egy olyan faj, az Aphis pomia, zöld alma levéltető, aminek tényleg minden alakja létezik. Ő a telelő tojás, ez frissen lerakott állapotban, szárnyatlan nőstény. Ez a szárnyas alak, ilyen a nymfa, ugye általában ott rövidebbek a szifók és nem olyan erősen pigmentáltak, de ez minden fajra igaz, ha valaki a stádiumot szeretné határozni. Igen, említettem már ezt az eleven szülést, hát valójában itt nem eleven szülésről van szó, hanem egy áleleven szülésről, hasonlóan a szivárványos guppihoz. Tehát a kifejlett nőstény egyed belsejében fejlődik a kis nymfa, de ugyanúgy tojásburokban fejlődik, és amikor kitolja magából a nőstény, akkor itt a szülőcsatorna végén akad fenn a tojásburok, és valójában itt kel ki a tojásból a nymfa, azért látjuk, hogy olyan, mintha eleven szülés lenne, valójában ez egy áleleven szülés. Ami a szaporodásnál még nagyon-nagyon fontos, és a levéltetveknél egyedülálló, az a teleszkópos generációk. Itt arról van szó, hogy amikor egy nőstény, szárnyatlan nőstény, de akár szárnyas egyed kifejlődik, tehát az utolsó négy lárvastádiumuk van, az utolsó negyedik lárvastádium után, mielőtt az első, itt láthatók a petefészkek, és benne már a fejlődő nymfák, és a legfejlettebb nymfákban már a következő generáció nymfáinak a petefészke kezd specializálódni, tehát már az unokák
kezdeményei, petéi már benne vannak az anyában. Tehát egyszerre mindig két generáció van jelen, itt egy kifejlett nőstény, benne már a szülésre kész nimfák, és bennük már a következő generáció a nimfa kezdeményei. Ez két szempontból nagyon-nagyon fontos. Igen, itt mutatja, hogy ez egy tényleg egy szenzációs és ritka dolog a rovaroknál. Az egyik nagyon fontos tényezője, hogy az anyát ért környezeti tényezőkre az adekvált válasz az mindig a második generációban jelenik meg. Tehát az anya küldi a jeleket, amik már ide az utódok utódaiba épülnek be. Ezt például a mi vizsgálataink során is nagyon gyakran látjuk, hogyha nem megfelelő tápnövényre rakunk egy kifejlett nőstényegyedet, akkor a következő generáció még rendesen kifejlődik, szárnyatlan lesz, viszont az azt követő már azonnal szárnyas lesz, hogy érzékeli, hogy nem megfelelő a tápnövény, és azonnal migrál, amit tud a tápnövényről. De ugyanez igaz a természetben is. A másik pedig, hogy mivel az embriók már az embrióban fejlődnek, nagyon-nagyon lerövidül a generációváltás, a levéltetveknél 2-3 hét alatt már kifejlődik egy generáció, és mivel estratégista fajokról van szó, ezért nagyon fontos, hogy milyen gyorsan tudnak szaporodni. Ilyen, látjuk, hogy egy helytülő, védtelen, menekülni sem nagyon tud, kitimpáció sincs, rovarcsoportról van szó, mégis nagyon-nagyon sokszor nagyon fel tudnak szaporodni. Röviden, hogy mi ennek az oka, hát egyrészt van ez a nagyon gyors és nagyon hatékony szaporodásuk, de magában ez nem lenne elegendő. A biológiában közismert tény, rengeteg ragadozó leselkedik rájuk, fátyolkalárvák, katicák, különböző kétszárnyúak. Ennek ellenére mégis sikeresek, megfelelő védelem, hangya levéltető kapcsolatról bizonyára ebben a társaságban már mindenki hallott. Ugye ezt ilyen biológiában egyszerűen szokták, még úgymond a középiskolai tanulmányokban mondani, hogy a levéltető cukorral, ugye a mészharmattal leteti a hangyákat, és cserébe a hangyák tisztán tartják a levéltető kolóniákat, tehát eltakarítják ezt a mészharmatot, még egyszer, hogy ne fulladjon bele, másrészt pedig távol tartják a katicákat, illetve az egyéb ragadozó szervezeteket a kolónia közeléből. Most természetesen a valóságban ennél egy sokkal bonyolultabb rendszerről van szó, és közel sem ilyen egyértelműen pozitív-pozitív ez a kapcsolat. Így látható, hogyha egy ragadozó oda téved, akkor megtapogatja, felismeri, és utána megpróbálja, amilyen gyorsan csak lehet eltávolítani a levéltető kolónia közeléből. Ahhoz, hogy ez az egész kapcsolat létre jöjjön, a partnereknek fel kell ismerniük egymást. Ez egy 4 lépcsős folyamatban jön létre. Ezért most egy széles körben kutatott terület, és én is jelenleg ezen dolgozok. Az első rész az E-béta farnezén, ami a levéltetvek alarmferomonja, ez egy illékony komponens, amit nem csak alarm helyzetben bocsátanak ki a levéltető kolóniák, hanem kis mennyiségben folyamatosan. A hangja ez alapján találja meg, hogy levéltető van valahol a közelben, és az hol van. Ez az első lépés. A második lépés, hogy a hangja megtapogatja a levéltető felszínét, és ezt a kutikuláris szénhidrogén mintázatot beazonosítja. A szénhidrogénekről hallottunk, hogy indul metán, etán, propán, bután, pentán, hexán, stb. És a rovarok kültakaróján általában megtalálható egy ilyen szénhidrogén mintázat. Most levéltetvek esetében ez ilyen 24-es szénatom számnál indul, és a határ az olyan 36-37-nél van, tehát ilyen nagyon-nagyon hosszú szénláncú molekulák vannak a levéltetvek felületén, amiket a hangya csápja képes érzékelni, és ez alapján, a mintázat alapján a hangya el tudja dönteni, hogy ez egy mirmekofil levéltetű faj, az érdemes nekem őrizni, vagy egy nem mirmekofil faj, az esetben pedig fogyasszam el, mint fehérje forrás. Itt még a mai napig vitatott, hogy konkrétan melyek ezek a komponensek. A legelfogadottabb elmélet szerint általában a hangyáknak a szénhidrogén mintázatát próbálják utánozni, és mintegy, ha olyan lenne, mintha egy kolónia dolgozó vagy egy királynő lenne, így nyugtatja meg a levéltető a hangyákat, és innen fogyasztja el. Tehát itt eldöntő partnerfaj, vagy nem partnerfaj. Támadok, vagy nem támadok. És a következő lépés, az pedig a mészharmat cukorkomponensei, ez pedig az dönti el, tehát ilyenkor megtapogatja a levéltetőt, az kibocsát egy mészharmat cseppet,
És ennek a mennyisége és a minősége dönti el, hogy mennyire őrizze a hangya azt a levélkedő kolóniát. Azért a hangyának is megvan a maga ízlése, nem is a mindegy. Általában az ilyen egyszerű cukrokat, illetve a rafinózt, malezitózt szeretik a hangyák. Hangban gazdag az adott faj által biztosított mészharmat, akkor nagyon őrzi a kolóniát, ha kevesebb, inkább cukrózus, fruktózus, akkor kevésbé. Illetve fontos a mennyiség is. És a negyedik pedig a viselkedés, mert ez nem olyan egyszerű, hogy a levéltető kilövi valahova a cukrot, a hangya pedig megeszi, hanem itt a levéltető egy viselkedés válaszol is válaszol a hangyának, hogyha a hangya megtapogatja a hátát, akkor felemeli a potrohát, és azonnal igyekszik mészharmat cseppet kibocsátani. Vannak levéltető fajok, amelyek tudják tartalékolni, azokat általában jobban őrzik, vannak, amelyek kevésbé. Tehát ez a négy lépcsőn megy végig, és ez dönti el végül is, hogy létrejönne ez a hangyaőrizet és milyen mélységig. Most nyilván ez a levéltetőnek is némi áldozatba kerül, ugyanis azáltal, hogy a hangya folyamatosan piszkálja a mészharmat ér, serkenti a levéltető táplálkozását, és nem tudja a levéltető olyan hatékonyan emészteni a tápanyagokat, tehát a levéltetők fitnessét ez azért erősen visszaveti, ha hangyaőrizet alatt állnak. Nem véletlen, hogy nem minden faj ezt a stratégiát választja, és ugyanakkor a hangyákat se kell félteni, hogyha elég cukor van a számukra, jól nagyok a levéltető kolóniák, akkor általában az általuk korábban őrzött levéltetőkből fogyasztanak is, mint alternatív fehérjeforrás. Tehát azért nem teljesen pozitív-pozitív ez a kapcsolat. De általában a legtöbb ragadozó ellen a hangyák agresszivitása révén jól működik, hát egészen addig, amíg azért vannak olyan élelmes ragadozó szervezetek, amelyek meg nem hekkelik ezt a rendszert. Egyrészt vannak bizonyos zengőlegek, amelyeknek a lárvája utánozza a levéltetvek szénhidrogén mintázatát. Tehát hiába ez a nagyjából olyan Ephistophanus fajokról van szó, Magyarországon is előfordulnak, ez a másfél-két centi nagyságú zengőlény lárva, de vígan benne fekszik a levéltető kolónia közepében, és a hangya hiába tapogatja, hiába, amikor egy átlag levéltető 2-3 mm hosszú, hiába tízszer akkora, egyszerűen a szaga alapján nem tudja eldönteni, és azt hiszi, hogy ő is egy levéltető, nádázan őrzi, mint ha levéltető lenne, közben pedig az engőlé járva víven elfogyasztja alatta a levéltető kolóniát. Tehát létezik ilyen, és vannak olyan zöldfátyolka fajok, amelyek még egy lépéssel tovább mentek, összegyűjtik a levéltető kolónia néhány dolgot, egyedét, elpusztítják és felpakolják a lárvák a saját hátukra, és úgy mozognak a levéltető kolóniában, ha jön a hangya, akkor a potrohukon a levéltető egyedeket nyújtják oda neki, és akkor a hangya azt hiszi, hogy ezek is levéltetvek, és ugyanúgy, mint a előbbi esetben az engőlény lárva, elfogyasztják, úgyhogy a hangyák észre sem veszik, hogy ott van a ragadozó. Ennél a hangyák egyébként még magasabb fokú gondozást is tudnak mutatni a partner levéltető fajok irányába, általában abban az esetben, hogyha kevés a levéltető, tipikusan tavasszal, illetve szárazságban. Egyrészt itt már úgy néz ki, mintha megenné a hangya dolgozó ezt a levéltetőt, valójában óvatosan befogja a szájszervébe, a rágók közé, és optimális helyre viszi. Magyarországon a zöld alma levéltetőnél figyeltük, illetve figyelték meg más szerzők is, hogy általában nem ott kelnek ki az ősanyag lárvák, ahol aztán a növekvő hajtás csúcsok vannak, úgyhogy amikor tavasszal előjönnek a hangyák, megtalálják a kis ősanyag limfákat, akkor felviszik őket a növekvő hajtás csúcsokra, és akkor ott hagyják, hogy táplálkozzon a levéltető, illetve ennek a fordítottja is igaz, az szintén a zöld alma levéltetőnél idén a nagyon a szájas nyáron nagyon-nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy az almának a gyökérsarjai, ahol jönnek elő, ott valamivel védettebb és nedvesebb a környezet. Ugye a Lazius niger tipikusan Magyarországon őrzi a levéltető kolóniákat, a kis fekete hangja. A levéltető kolóniák egy részét lehordta a gyökérzónába ezekhez a növekvő sarjhajtásokhoz, ahol akkor még kicsit intenzívebb volt a hajtás növekedés, és nem elég, hogy lehordta, de még földből a saját boját megemelte köré, tehát mint egy olyasmi bunkert épített, mint a termeszpára levéltetvek közé, mert a levéltetveknek a párásabb környezet a jobb,
Tehát gyakorlatilag egy védelem alatt álltak a levéltető kolóniák, és így a hangya gondoskodott róla, hogy neki a szárazságban is legyen víz és cukorforrása egész nyáron át. Ezt idén most tényleg ezen a nagyon meleg, nagyon szárazságos nyáron nagyon sok ültetvényt tapasztaltunk mi is. Így néz ki közelről egyébként. Itt láthatod, hogy nagyon óvatosan beforgatta. És hát, hogy még mi a siker titka, még ha ez a hangyavédelem nem is működne, még van egy utolsó a tarsolyukban, szintén a szifót veszik igényben, ekkor ezt a bizonyos alan feromont, ezt a elbét a farnezén nagy mennyiségbe bocsátja ki a levéltető, és ebben az esetben, ha érzékelik és nincs hangyaőrizet, akkor az összes levéltető azonnal leveti magát, kihúzza a szipókát, és azonnal leveti magát a tápnövényről. Általában utána a csúfos halát szoktak halni, de néhány levéltető egyed esett jobb helyre, és akkor túléli a támadást, és maga a kolónia, ha kisebb számban is, de fennmarad. Röviden, tényleg csak felvillantás szintjén néhány olyan fajról szeretnék képet mutatni, amelyekkel a leggyakrabban, a mindennapokban, a házi kertekben, bárhol az utcán találkozhatunk. Fekete répa levéltető, az Aphis fabae talán a legismertebb minden ilyen vizsgálatnak az egyik modellfaja, főleg azért, mert ennek tényleg nagyon szabályos az életmódja, bangita fajokon telel, és nyáron pedig egy szélesen polifág, rengeteg látszárú tápnövényen fordulhat elő, ahol komoly kárt is okoz egyébként. Ha nyáron valamilyen tipikusan libatopon szoktam látni, látszárú növényen nagy tömegben fekete levéltetvek, ő az. Fekete cseresznye és mely levéltető, tavasszal látjuk a cseresznye és a megyfákon, a megyfa vége, főleg a cseresznyén egyébként ilyen egészen hólyagosan elburjázik, akkor ezt a fajt kell keresni. Hát általában akkor védekeznek, amikor már lemigráltanak, csak 2-3 nemzedékre fejlődik ki a cseresznyén, utána a Veronika fajokon már sokkal kisebb számban nyaral, úgy mondták, hogy a nyári tápnövény, és össze-vissza meg. Kárt egyébként nem okoz, de nagyon látványos tényleg a növényen az a hólyagosodás. Egyébként a sok levéltető fajra igaz, hogy a nyála azért egyrészt egyfajta torzulást hoz létre, illetve serkenti a növény növekedését hormonális úton, tehát a levéltetőnek az az érdek, hogy minél tovább növekedjen az a hajtáscsúcs. Hát ilyen szokott lenni. Itt már látható, hogy lemigráltak a levéltetőnek, és a hajtáscsúcs már egészségesen fejlődik tovább. Őszi barac, kiszalag, levéltető, Missus variás, viszonylag ritka faj, ezt csak azért vetítettem be, mert nagyon-nagyon jellegzetes a általa okozott szimptoma a növényen. Őszi barac leveleket ilyen szivarszerűen a fonák felé besodor. Én még ültetvényben nem nagyon találkoztam bele, őszi barac a téli tápnövény kiszalaga. Nyári tápnövény egy tényleg egy érdekesség, hogy nem mindig az a tipikus levéltető torzulásra létre, hanem ilyen egyenes. Közönséges levélperű pirosító alma levéltető, ilyen bizonyára mindenki látott már, parkfákban és díszalmákon szinte mindig előfordul. Tavasszal jellegzetes itt a két tényezőnek kell létrejönnie, hogy ez a fajta kárkép létrejöjjön. Ugye a levéltető a nyálát a szívósertek ötegen keresztül belenyomja a növénybe, és hogyha ezt UV sugárzás éri, akkor egy ilyen piros antociánus elszíneződés jön létre, és a növény fel is hólyagzik. Őneki egyébként az életmódja egy nagyon érdekes dolog, ő a tavaszi időszak sztárja, úgymond, tehát nagyjából májusig van jelen az almafákon, addig hozza létre ezt a tünetet, és itt nincs szárnyas nemzedék, csak a ivaros alakoknál nincsen migráció, a második, harmadik lány nemzedék után jön egy ivaros szakasz, és azonban telelőre vonul, és ő már a nyarat is térként tojás formában tölt, és csak következő márciusban jön elő újra. Tündérrózsa levéltető Rofalosiphum nymphae, csak azért, hogy azért a levéltetvek is minden létező életmódhoz alkalmazkodtak. Ő például a vízi életmódhoz alkalmazkodott, különböző tündérrózsa fajok levelén azért nem megy le a víz alá, tehát a felszín fölötti részen fordul elő, de akár a sima közönséges békalencsén, tehát látható, hogy két békalencse között a tó felszínén áll, tehát még a vízi élőhelyeken is előfordulnak, nyári tápnövény egyébként a sárga barack. Torka dió levéltető, szerintem ezzel is mindenki találkozott, főleg házi kertben, ez egy nagyobb ilyen fél centi körüli állat, itt tényleg ez egy szép faj, tehát ezt azért adtam be, őt egy másik hangyafaj védi, és általában a dió levél erek mentén szokott ilyen nagy tömegben.
És hát akkor utoljára azért a levéltetveket általában mindenki egy kártevő csoportról van szóként ismeri. Azért nem csak kártétel van, mert a mészharmatot nem csak a hangyák, hanem a mészelőméhek is szeretik. Úgyhogy ha nagy mennyiségben bocsátják ki a kolóniák, nyáron főleg a levéltetve, őszi-téli időszakban inkább a palstetve, akkor bizony a mészelőméhek is rájárnak erre a szénhidrát forrásra, behordják és mézet csinálnak belőle, úgyhogy ilyen édesharmatméz, mészharmatméz, erdei méz, fenyőméz, különböző fantázia neveken lehet vele találkozni. Nyilván azt nem írják le, hogy levéltetűrés vagy palstetűrülék méz. Elég jellegzetes íze van. Az igazi gurmé mézkóstolók azt mondják, hogy ők még a táplomét is meg tudják állapítani belőle. Egy nagyon nagy előnyük van, amellett feltólag a ásványanyag tartalmuk is nagyobb, mint a hagyományos virágmézeknek, hogy mivel mészharmat türülékből készül, így pollen nem kerül bele, így a pollen allergiások ezeket a mézeket fogyaszthatják, a tényleg tisztán abból készült. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Köszönjük szépen, igen, látványos és érdekes. Hol hagytam abba? Igen, nagyon látványos és érdekes szólás volt. Kinek van kérdése? Én csak egy hozzászólás, tehát gratulálok Csabának, és a részleteket megbeszéljük. Csak szeretnék egy dolgot tisztázni, amit ugyanígy oktatjuk mi is a szaporodását, meg mindent a levéltetőnek, tehát hogy ivaros, meg ivartalan, de valójában nem ivartalan a szaporodásuk, hanem igazából egy ivaros. Ugyanis amit látunk, ezeket a hatalmas nagy levéltető kolóniák, ezek mind nőstények. Mind nőstények, csak a nőstények szűz nemzéssel szaporodnak. És aztán van egy nemzedékük, ahol két ivaros a szaporodás, ugye, és tojást rak le. Na most ez így bonyolult, nem áll rá a szánk, tehát mi is úgy oktatjuk egyébként, hogy ivaros meg ivartalan, de valójában, tehát ezt mindig azóta, amióta tudom, ugye azóta ezt tisztázom a hallgatók előtt is, és utána folytatom szivartalan. De egyébként általában az abban jár vissza ivaros ivartalan. Tudom, de igazából, de igen. Egy valóban Papp László volt az, aki először elkezdte a maga a tüskés modorában ezt nyomatni, hogy a szűznemzés is ivaros szaporodás, hiszen petesejtek vagy tojások vesznek benne részt. Az ivartalan szaporodás az az, amikor letörünk egy ágat egy növényből, bedugjuk a földbe és lesz belőle egy másik növény. Ebben nem szerepelnek petesejtek, meg ilyenek. Vagy hogyha szivacsok meg. Igen, levágjuk egy hidra, egy karját és lesz belőle új hidra, az is ivartalan. Na most ugye, ha egy nagyon jó előadást hallunk, akkor mibe lehet belekötni, vagy ilyenekbe, vagy a helyes írás meg egyébként. Úgyhogy ezt én most elkezdem én. Szokjunk már le egyszer mindörökre az invazív szóról. Invazív az lehet egy orvosi beavatkozás, de ezeknél az állatoknál inváziós, ezt kell mondani. És ezt kéretik terjeszteni az emberiségnek azon kicsit alsóbb rendű részében, amelyik még mindig invazívot mondhat. Másik, hogyha itt lenne Rédei Dávid, akkor most a arcát a kezébe temetné, mert hogy, és feltenni azt a kérdést, hogy mi a fenn az a színkabócák? Ugye nincs ilyen, nincs. Mi a, ha van színkabóca, akkor mi a nem színkabóca? Nem, ezek kabócák. Tehát valahol ő kiderítette, hogy ki az, aki először ezt használta, de hogy miért használta, erre máig nem jött rá. Teljesen értelmetlen és fölösleges kabócák. De egyébként valóban, hát nagyon jó megoldás volt. Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés. Nem ehhez kapcsolni, hanem mondtad, hogy hát miután már évek óta a levéltetvekkel foglalkozol, hogy mi a fő irány, tehát mi a kutatásod?
Igen, két irányban megint. Egyrészt ez a kémiai kommunikációs irány, hangyák és levéltetvek között. Ezt eddig néhány modellfajon nézték meg, de ez még viszonylag gyerekcipőben jár, ez ugye bizonyára látta meg, aki a kutatóban dolgozik, hogy a felhonosokkal próbálunk ügyködni rajta. Sajnos ugye nagyon nehéz vizsgálni ezeket az anyagokat, mert tényleg 37-es szénatom számú szénmegyületet úgy elégetni, és úgy detektálni, és úgy vizsgálni, hogy az illékony legyen, azt nem nagyon lehet. Úgyhogy ez erre vonatkozik, az almán élő fajoknak ezt a szénhidrogén mintázatát hasonlítjuk össze, hogy a hangya védelemre ezek milyen. Egyrészt egy leíró jellegű vizsgálatot csinálunk velük, hogy nagyjából milyen ez a mintázat. Itt sincs a tudománynak egyébként a mai napig konzekvenciája erre vonatkozólag. Vannak teóriák, amik azt mondják, hogy a hangyák mintázatát utánozzák le, vannak amelyek azt, hogy külön mintázata van a mirmekofil fajoknak, külön mintázata van a nem mirmekofil fajoknak. Ezt már bizonyítottuk, hogy nem igaz, mert mi két mirmekofil genuszt, a Dysaphyst és az Aphyst hasonlítjuk össze, és egyáltalán nem hasonlít ez a mintázatuk, tehát teljesen más, és nagyon így néz ki, egyébként egy genus specifikus mintázatról van szó, úgyhogy ez erre terjed. A másik pedig, és utána pedig viselkedés vizsgálatokkal igyekszünk bizonyítani, tehát azt már tudjuk, hogy ezeken a fajokon nagyjából egy 12-3 ilyen szénhidrogén komponens fordul elő, hogy ezek közül melyek vagy melyek kombinációja lehet felelős azért a viselkedés mintázatért. Tehát mindegy, ha visszaugrok ide a... hol volt? Igazából azt nézzük, hogy ez a második pont, ez mely vegyületeknek köszönhető, illetve a növényvédelem területén ez a második ponton, ez a lánc, ez megzavarható-e. Aztán most alapkutatás szintjén vagyunk, majd meglátjuk, hogy meddig jutunk. A másik pedig egy inváziós faj, most jól mondtam, igaz? Tökéletes. Tehát van egy inváziós faj európai almaültetvényekben, annak egy európai szintű feltérképezése, ez egy trópusi, szubtrópusi eredetű faj, hogy Európában meddig hatolt föl, és mi várható, egy klímamodellt igyekszünk állítani a faj elterjedtségére, hogyha folytatódik a klímaváltozás, akkor mi várható a jövőbe, terjed-e jobban, merre várható a terjedése, ez pedig a másik nagy téma. Itt már lassan a végéhez érünk, tehát itt a vizsgálatoknak idén volt az utolsó éve, most még van egy 16-7000 meghatározandó levéltet vegyed a hűtőszekrényembe, őket meghatározunk, és akkor utána már állítjuk a modellt, és hát publikáció fognak ebből születni. Egyéb kérdés? Köszönöm. Nincs. Köszönjük szépen.